Szakács Árpád 1980-ban született a párciumi Kőröstárkányban, újságíró, szerkesztő, könyvkiadó, kommunikációs szakember. 1998 és 2001 között a Nagyváradon megjelenő Bihari Napló és az Erdélyi Napló munkatársa. 2001-től a Magyar Nemzet igazságügyi szakújságírója. 2004 és 2016 között több lap és könyvkiadó vezetője, főszerkesztője. 2016 és 20 között az összes megyei napilap központi szerkesztőségének főszerkesztője. A nevéhez köthető több olyan írás, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb sajtó visszhangját váltotta ki. Tevékenységéről a világ legjelentősebb külföldi hírügynökségei is beszámoltak, de az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége is felfigyelt rá. A Szakács Árpád által vezetett szerkesztőség munkáját 2019-ben Érték és Minőség nagydíj kommunikációért nívódíjjal ismerték el. Lovas István Szakács Árpádot a legjobb és legbátrabb újságírónak nevezte. Szakács Árpád egy évvel ezelőtt minden pozíciójáról lemondott, visszavonult a közélettől. Azóta ez az első alkalom, hogy nagy nyilvánosság előtt kifejti véleményét az aktuális helyzetről. Köszöntsük hát méltóképpen, Isten hozott! Az emberi történelem az abszurditások kimeríthetetlen forrása. Beteg zsarnokok, hibbant királyok aberrált tetteivel tele van a világ kultúrtörténetének drámairodalma. Tragédiák özöne figyelmeztet már évezredek óta arra, hogy ami megtörténhet, az meg is történik. Legyen az bármilyen elképzelhetetlen. Döntően az újkor gyors fejlődése hozta el sok író számára azt a szellemi kihívást, hogy megírják, mit hoz a szép új világ annak a generációnak, amelyik már korábban is jól láthatóan a vesztében rohanó vonatra szállt fel. Mások mellett Beckett, Dürrenmatt, Román Eugen Ionescu számtalan művében tett kísérletet arra, hogy figyelmeztető jeleket küldjön, ember vigyázz, nincs a képzeletednek olyan torszüleménye, ami ne válhatna rémes valósággá, ha hátradőlsz a bakon és átadod a lovak gyeplőjét a farkasoknak. 1966-ban az akkori irodalmi élet legabszurdabb drámájának számított a francia George Michel Vasárnapi séta című alkotása, ami szerzőjét világhírűvé tette. A séta szereplői, a nagymama, a nagypapa, a szülők és a kisgyerekek moziba menet és moziból jövet végigjárják az akkori tipikus család életének állomásait. Megtárgyalják az összes fontos témát, de mindezt valami egészen sajátos szemlélettel. A jelentéktelen, pletykaszintű mozzanatok kiemelt fontosságot kapnak, az életüket alapvetően a befolyásoló fontos események mellett pedig érzéketlenül vakon haladnak el. Hosszú vitákat folytatnak az érdektelen dolgokról, miközben, ahogy humánus eszméiket hangoztatják, rezzenéstelen arccal mennek el embertársaik mellett, akiket megaláznak, a tiltakozók elleni rendőrterrorra pedig támogatólag bólogatnak. A család szinte észre sem veszi a séta során, hogy lelövik a nagypapát, majd 10 perccel később leszúrják a nagymamát, egyedül a kisgyerek próbál felvilágosítást kapni a körülöttük folyó drámáról. De hiába fordul a szüleihez, ezeknek a tökéletesen idomított, agyhalott tömegemberi logikájába nem fér bele semminek a felfogása, ami kívül esik a sematikus életük szánalmas világából. Végül a kisgyereket is megöli egy eltévedt golyó, a szüleik ekkor egy pillanatra döbbennek rá a valóságra. Hölgyeim és uraim, ez az abszurd dráma ma a megtestesült valóság. A vakhit, hogy amit mások, az illetékesek, a kompetensek mondanak, abban nincs kételkedés, tétlenül nézzük, ahogy megalázzák, megkülönböztetik embertársainkat, még támogatjuk is, ha valakitől elveszik az alapvető szabadságjogát. Nincs gondolkodás, kritika, csak közhely. Ég a fejünk felett a ház, de mi jókedvűen teázunk a teraszon, legjobb esetben attól rettegünk, nem mászik-e át a kerítésen egy képzeletbeli migráns. Vagy azon izgulunk, ki ne kerüljön hatalomba.
És nem vesszük észre, hogy hamarosan el fogunk veszíteni mindent, aminek bármi köze van az emberi szabadsághoz, az emberi méltósághoz, az emberi élethez. Amikor már késő lesz, sokan akkor fognak rádöbbenni a valóságra, hogy leégett minden, és elvesztettek mindent. Hölgyeim és uraim! Az ember alapvetően érzelmi teremtés. Az érzelem nem csak a számunkra fontos értékekhez való kötődést teszi átélhető formába, hanem ez az, ami az emberi lét alapja, ami ember és ember közötti kapcsolatot teremt. Az egymás iránti kölcsönös tisztelet érzése nem párt preferencia kérdése, az érzelem nem érdek, hanem természetes szövetség ember és ember között. A kisebb településeken értik igazán ennek a fontosságát, és azt, hogy a szomszéd, a családtag, az ismerős akkor is szomszéd, családtag és ismerős lesz, ha máshogy gondolkodik bizonyos kérdésekben. Hölgyeim és uraim! Azt mondják, a nehéz idők közelebb hozzák az embereket egymáshoz. A mi generációnk mentes volt a háborús borzalmaktól, de azt tudjuk, hogy amikor szükség volt rá, amikor az ember bajban volt, akkor csak a leggaládabb gazemberek húzták vissza segítő kezeiket, mert isteni törvény, hogyha baj van, akármilyen származású, akármilyen nézeteket valló ember legyen is az érintett, annak segíteni kell. A lehetőségeink szerint a legjobb módon. Hölgyeim és uraim, ismét nehéz idők járnak, senkinek ne legyen kétsége abban, hogy még nehezebb idők jönnek. És azt látjuk, hogy az emberek nemhogy közelebb kerülnének egymáshoz, hanem mintha egy abszurd drámában lennénk, minden fordítva van. Az emberek soha nem voltak még ilyen távol egymástól, mint most. Nemhogy segítenének egymásnak, nemhogy próbálnák megérteni egymást, ehelyett politikai hergelésre, emberi mi voltukat levetközve, a gyengébe cinikus lenéző mosoly kíséretében letaposva próbálják a saját egyéni túlélésüket biztosítani. De a valóságban ez olyan hatékony, mint az ősi bölcsesség, ami szerint a birkák egész életükben a farkastól félnek, ám végül mind a juhász üstjében végzik. Mintha egy lángba borult aréna egyetlen kiskapuján próbálna mindenki kijutni, és ez az út a politikába vetett vakhittel van kikövezve. Hölgyeim és uraim, a politikába vetett vakhit a legingoványosabb talaj a világon. A politikába vetett vakhit olyan, mint a futóhomok, olyan, mint a pók hálója. Legelőször azt nyeli el, aki fenntartások nélkül mindenét rábízza, és besétál abba az utcába, ahol megadta a felhatalmazást a felpüffett fejű potrohos póknak, hogy megcsapolja az életnedveit. Hölgyeim és uraim, ebben az arénában, ahova az emberiség nagy részét beterelték, a tervek szerint senkinek nincs túlélési lehetősége. Legalábbis az életnek abban a formájában, ahogy eddig léteztünk. Most látszik igazán, hogy vannak jobboldali arénák, és vannak baloldali arénák. És most látszik igazán, hogy egy közös van bennük, a nézőközönség mindkettőben ugyanazzal a cinkos mosollyal hergeli az embereket egymás ellen. Hölgyeim és uraim, a balliberális oldal identitását formáló eszmerendszer a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszavára épül. Míg a jobb oldal a hagyományra, a tradícióra alapozó Isten, haza és család fogalom keretébe próbálja kiteljesíteni hivatását. Mindkét világban központi szereplő az ember és a szabadság. A természet rendje szerint az ember szabadság nélkül elképzelhetetlen, és a szabadság ember nélkül értelmezhetetlen. Hölgyeim és uraim, a színjátéknak vége. Most látszik igazán, hogy mindkét politikai rendszer az embert és a szabadságot szereti elpusztítani. A fenti hangzatos jelszavak jegyében tapossák el a szólás és véleménynyilvánítási szabadságát, korlátozzák az emberek jogait, titkolják azokat az információkat, amik lényegesek a döntéseinkhez, építik ki a totális megfigyelés diktatúráját, és hogy egy klasszikust idézek, hazudnak reggel, délben és este, és most már tökélyre fejlesztették a technikát, hazudnak éjszaka is.
kell tartaniuk semmitől, kordába vagyunk tartva egymástól. Nincs szükségük katonaságra sem, mert megtesszük azt a szívességet, hogy lemészároljuk mi egymást. Ez nem polgárháború, hanem a polgárok háborúja. Az elmúlt évtizedek politikai szembenállásai végzetesen megosztották a magyar társadalmat. Az oszd meg és uralkodj elve mentén forgácsolódtak az erőink, miközben lényegi szinten nem változott semmi. Érzéketlenné közönössé váltunk, sokaknak csak a politikába vetett, vallásos álhit maradt arra, hogy értelmezze a valóságot. Ez a valóság olyan, mint egy tükörország, semmi nem az, aminek látszik. Hölgyeim és uraim, a Semmelweis reflex szó összetétel elsősorban angolszász nyelvterületen terjedt el. Egy olyan automatikus emberi magatartást jelöl, amelynek lényege az új információ elutasítása, a rögzült normák, hiedelmek, esetleg a vakhit, a dogmák vagy a paradigmák miatt. Az angolszász irodalom a Semmelweis reflex fogalmát legáltalánosabban így határozta meg: a tények automatikus elutasítása, megfontolás, vizsgálat vagy kísérletezés nélkül. Ennek a jelenségnek magyar névadója van, a méltán világhírű Semmelweis Ignác, akinek tudományos és magánéleti sorsa tragédiába torkollott. Semmelweis volt az, aki felfedezte, hogy a gyermekágyi láz okozta halálozás aránya mintegy tizedére csökkenthető, ha a szülészorvos minden beavatkozás előtt klóros oldattal kezet mos. A szakemberek azonban kiutálták, nevetségessé tették, idiótának, mai értelemben laposföldhívőnek nézték, annak ellenére, hogy adatai egyértelműek voltak. A halála után fokozatosan elterjedő módszert néhány évtized múlva Pasteur munkássága nyomán fogadta el a tudományos közvélemény. Ez alatt sok tízezer anya halt meg, mert a szakemberek biztosak voltak a saját szakértelmükben. Hölgyeim és uraim, a védőoltások 20.-21. századi története rengeteg Semmelweis Ignácéhoz hasonló sorsot és tragédiát eredményezett. Egyikük Bernice Eddy virológus, aki 1954-ben Amerikában kiderítette, hogy a gyermekbénulás elleni vakcina súlyos veszélyeket hordoz. A kutatót azonnal elhallgattatták, kísérleteit nem vették figyelembe. Nem sokkal később bekövetkezett a tragédia. A gyermekbénulás elleni vakcinák az akkori történelem legsúlyosabb gyermekbénulás járványát idézték elő, az oltással 200.000 embert fertőztek meg, 70.000-en súlyosan megbetegedtek, 200 gyermek örökre megbénult, sokan meghaltak. 1961-ben Eddy azt is felfedezte, hogy egy rákot okozó majomvírus legalább 98 millió adag olyan vakcinában van benne, amivel beoltották az embereket. Ezután az egészségügyi hatóságok eltiltották a kutatástól, tovább használták a gyermekek oltására is azokat a vakcinákat, amikről tudták, hogy rákkeltő. A közegészségügyi tisztségviselők, a szakemberek évekig oltották az embereket azt követően is, hogy tudták, a vakcina halálos kort terjeszt. Nem volt kételkedés senkiben és semmiben. Az egészségügy alkalmazottainak tízezrei végezték a munkájukat, terjesztették a halálos kort azzal a magabiztossággal, hogy ők a szakemberek. Ma már tudjuk, hogy 98 millió amerikai olyan oltást kapott, amely potenciálisan rákot okoz, ez pedig ma már az emberi génállomány része. 1996-ban a vérminták 23%-ában és az egészséges felnőttek 45%-ában azonosították az Eddy által felfedezett vírust, ami a védőoltással került át az emberekbe. 1980 és 95 között született gyerekek 6%-a volt fertőzött, ezeknél az embereknél a bőrrák akár 70%-kal, a limfóma és a prostatarák 66%-kal, az agyrák 34%-kal gyakrabban volt jelen. Amikor tehát Bernice Eddy mindezeket felfedezte, az egészségügyi hatóságok megtiltották számára, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen a valóságról, hogy beszéljen a veszélyről, nem vehetett részt tudományos konferenciákon, visszatartották a tanulmányait, teljesen kizárták a vakcinakutatásból, elpusztították a kísérleti állatait, végül megtiltották számára azt is, hogy beléphessen a laboratóriumába. Az, ahogyan elbántak vele, jól mutatja,
a tudományosnak mondott világ hozzáállását az emberek egészségéhez, írja az esetről Robert F. Kennedy. Hölgyeim és uraim, de a valóság még ennél is rémisztőbb. Az egyik amerikai per kapcsán került nyilvánosságra egy 1979-es dokumentum a Wyatt vakcinagyártóról, akinek a cég egyik vezetője, dr. Alan Bernstein küldött egy levelet. Ebben az egyik eset kapcsán az állt, hogy amíg a védőoltás által okozott halálesetek száma megdöbbentő volt, az agykárosodott gyermekek száma még magasabb. A feljegyzés elismerte, a vakcina sok gyerek számára halállal fog járni. És hogy ez ne derüljön ki, a dokumentumban azt javasolták, egy nagyvárosban legfeljebb 2000 adag vakcinát küldjenek. És figyeljék az indoklást. Így elkerülhető az, hogy egy kis földrajzi területen sok gyermek rövid időn belül haljon meg a védőoltástól, azaz halnak meg azután is, és kapnak örök életre nyomorékká tevő agykárosodást, de ez nem lesz feltűnően magas. Hölgyeim és uraim, ezek a gazemberek pontosan tudták, mennyire veszélyes, és azt is, amit tesznek, milyen káros. De a fehér köpeny mögé bújva sokkal fontosabbnak tartották a gyógyszercégek érdekeit. Hölgyeim és uraim, dr. Jeff Bradstreet és dr. Timothy Cunningham ugyancsak kiváló kutatók voltak, amikor különböző halálozások és autista megbetegedéseket kapcsolatba hozták a gyerekkori vakcinákkal, mindketten gyanús körülmények között elhunytak. Egyiküket egy patakban találták meg, másikukat egy víztározóban. Ezekhez képest dr. Judy Mikovicsnak egy kis szerencséje volt. Judy Mikovics korunk egyik legjelentősebb kutatója, több évtizedes munkájával megváltoztatta a HIV-AIDS kezelését, milliók életét mentve meg. Dr. Judy Mikovics az emberiséget fenyegető egyik legnagyobb veszélyre is ráirányította a figyelmet. A lappangó retrovírus okozta betegségek terén átütő eredményeket ért el. Pályája töretlenül ívelt a Nobel-díj irányába, de amikor az okokat kutatva eljutott a védőoltásokig, az élete egy csapásra megváltozott. Mintha egy akció-thriller film kellős közepébe került volna, csak itt semmi nem a képzeletműve volt, hanem maga a valóság. Mindenféle indok nélkül letartóztatták, irodáját zárolták, kutatásait lefoglalták, állásából kirúgták, szakmailag ellehetetlenítették. Történetének döbbenetes hátterét a Korrupció Pestise című könyvében mutatja be, és azt az érdekkört is leleplezi, akik az úgynevezett védőoltások mögött állnak. És miért? Csak az Amerikai Egyesült Államokban legalább 500 000 olyan autista megbetegedés van, ami konkrétan összefüggésbe hozható valamelyik gyerekkori védőoltással. Csak ebben az egy esetben, ha a vakcinagyártók anyagi felelősséggel tartoznának, ennek az összege eléri az 1700 milliárd dollárt. Hölgyeim és uraim, egyesek jogosan tehetik fel a kérdést, mi közünk nekünk ezekhez az ügyekhez. Elég sok. Ugyanaz a hálózat, ugyanaz az érdekkör, ugyanaz a gyógyszerlobbi, ugyanaz a logika, és Judy Mikovics tönkretétele mögött ugyanaz az Anthony Fauci áll, aki amerikai dollármilliókkal ugyanazt a wuhani laboratóriumot finanszírozta, ahonnan kiszabadult a mai életünkre hatással levő vírus, amire Bill Gates érdekcsoportja már 2017-ben készült. Azt a technológiát, ami a mai nyugati vakcinákban van, ekkor kezdték el fejleszteni. És készültek az általuk irányított és pénzelt politikai érdekkörök is. 2018. április 26-án az Európai Bizottság egy érdekes döntést fogadott el. Idézek belőle, a döntés itt van a kezemben. Bárki számára elérhető. Az egyik legégetőbb kihívás az oltással kapcsolatos kétségek legyőzése. Másik idézet. Noha tagországonként különbözők a kihívások, uniós szintű fellépésre van szükség, és a politikai elképzeléseket hatékony operatív nemzeti vakcinázási tervekké kell alakítani. Következő. Minden az egészségügyi rendszerrel való kapcsolatba lépést fel kell használni az oltás terjesztésére. Következő. Az oltások terjesztését minden csoportban erősíteni kell, majd az ezzel kapcsolatos adatokat EU szinten is meg kell osztani.
Újabb idézet. Egy EU szinten elfogadott oltási igazolvány kifejlesztését kell megkezdeni. Még egyszer, 2018. április 26-ai a dátum. Hölgyeim és uraim, a dokumentum mindenki számára hozzáférhető, letölthető, de ugye nem ismeri. A sok ezer újságíró nem találta meg, és nem találják a billentyűzetüket most sem, amikor kiderült, hogy az Unió titkosította a vakcina szerződések azon részét, amiben érdemi információk vannak, például a mellékhatásokkal kapcsolatos felelősség ügyében. Tehát egy olyan szerződés alapján vesznek az önök pénzéből az önök egészségére ható szereket, hogy titkolniuk kell a leglényegesebb információkat. Ezeket pedig kötelező módon adják már be sok helyen. Látják, a vakcinagyártók felkészültek. Az Európai Bizottság is csatasorba állt, Fauci kutatott Wuhanban, és már csak a vírus kellett. Lásd csodát, hamarosan megérkezett ez is. És lám, mekkora szerencse és véletlen, 2020-ban meglett a vakcina, amiről tegnap megtudtuk, idézem, nem tudjuk elkerülni, hogy végül mindenki megkapja. Miniszterelnököt idéztem. Hölgyeim és uraim, az oltás úgy jött be az életünkbe, mint a mesében a kismalachoz a farkas. Először csak a maszkos fejével kopogtatott be az ablakon, majd bedugta az egyik lábát, majd a másikat, most már a harmadikat, és múlt héten jelezte, a negyediket is szeretné. Most már láthatjuk, hogy ez egy génmanipulált farkas, ennek nagyon sok lába lesz, de még egyetlen farkas sem kérődzött be sehová, csak melegedni. A tanulságokat pedig mindenki vonja le saját maga. Itt van tehát a rekordgyorsasággal kifejlesztett vakcina, amiről nem tudunk semmit, aminek a szerződései titkosak. Mindegyik más, máshogy hat, de ma bármelyik állampolgár bemehet egy oltópontra, és választhat egyet, mint egy sört a kocsmában. Hölgyeim és uraim, ezúton innen köszönjük Krisztián Terhes román európai parlamenti képviselőnek, hogy felfedte az Európai Bizottság eljárását, és továbbra is küzd azért, hogy a titkos részek megismerhetőek legyenek a vakcina szerződésekből. Igen, ma már ott tartunk, hogyha egy magyar ember az életével kapcsolatos fontos dolgokban vár támogatást, akkor európai szinten a román képviselőkben bízhat. És innen köszönjük a nagyváradi Flávia Grosán román doktornőnek áldozatos és kitartó munkáját, amivel jó magam is meggyőződtem róla, sok ember életét mentette meg, szembeszállva azokkal az erőkkel, akik másban voltak érdekeltek. Mondjanak róla bármit a hazug Matrix médiák, számunkra szakmai becsülete patyolat tiszta. És innen köszönjük annak a sok orvosnak és ápolónőnek is a segítséget, akik névtelenül próbálnak tenni valamit, ahogy lehet. Hölgyeim és uraim, az emberi felelősség kérdését nem csak a több évezredes jogrendszerek szabályozták, hanem még az őserdei törzsek szokásjogában is benne van. A felelősség tetteim következménye. Mert minden tettnek van következménye. Sokszor nem azonnal, de minél később, annál nagyobb. Addig is a rossz lelkiismeret emészti az embert. A büntetőjogban a gondatlan ember sem mentesülhet a felelősség alól, és a jog ennek két formáját határozta meg. Az egyik a tudatos gondatlanság, amikor az elkövető előre látja magatartása következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában. A másik a hanyaggondatlanság. Az elkövető nem látja előre magatartása lehetséges következményeit, mert elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést. Hölgyeim és uraim, senki nem mondhatja ebben az országban, hogy azért hajtott végre egy galát tettet, azért állt valami mellé, mert nem volt információja. A felelősség alól senki nem mentesül. Aki részt vesz abban, hogy akár tudatos, akár hanyaggondatlansággal is, hogy embereket tegyenek tönkre, embereket kényszerítsenek bármire, annak meg lesz a visszaható következménye. Hölgyeim és uraim, a szerbek Hanvas Bélája, Milovan Danojlić egyszer azt írta,
A kételkedés ma nem népszerű, mert a gyengeség jelét vélik fölfedezni benne. Nem ajánlatos kimutatni, a nemzetközi cirkusz őrszemei ingadozás nélkül és egyenesen haladnak előre, nem torpannak meg, nem tekintenek hátra, még akkor sem, ha iszonyatos szakadék felé vezetnek, és akkor sem, ha egyáltalán nem tudják, hová vezetnek bennünket. Ha kételkedni merünk az erő hatalmában, már megtettük az első lépést az ellenállás felé. Az a világ, amelyik elvesztette a kétkedés egészséges ösztönét, az elburjánzott hazugságok világa lett. A kételkedés a szellemi egészségnek és az önkényuralom elutasításának legfőbb ismérve. A kételkedés joga pedig nem más, mint a szabadság joga. Csóri Sándor az elmúlt évtizedek egyik legbölcsebb embere, minden jegyzett füzetének első oldalára azt írta, ne feledd, hogy a gyakran emlegetett hazugságból könnyen megszülethet az igazság látszata, amely a látszatvilágban sorsdöntő lehet. Hölgyeim és uraim, mindig a végére marad a lényeg, mit kellene tenni? Nehru, India miniszterelnöke azt mondta, minél inkább öregszem, annál inkább jellemükből ítélem meg az embereket, nem pedig az eszméik alapján. A már említett Csóri Sándor pedig úgy fogalmazott, az embernek mindenek előtt saját magát kell megteremtenie a hatalmon lévőkkel szemben, mert az önálló viselkedés és minden vakmerő gesztus fölér egy utcai tüntetéssel. Hölgyeim és uraim, az első vakmerő gesztus, hogy átmenetileg mindenkinek félre kell tennie a politikai eszmei szembenállást. A kötelező oltás elutasítása fontosabb a bármilyen eszmei konfliktusnál. Ennek a felismerése az önök felelőssége. Az önök felelősségének van egy másik szintje is. Az elmúlt évtizedekben döntően arra szocializálódtunk, hogyha számunkra fontos dolog mellé állunk, akkor megnéztük, ki az, aki mellé fel lehet sorakozni. És abban bíztunk, hogy a mi törekvéseinket majd az a valaki ott elől ki fogja vívni, és ez nagyon fontos dolog. De most más a helyzet. És emellett van egy másik fontos dolog is. Egyenesen fogalmazok, mert nem biztos, hogy a közeljövőben lesz még alkalom ennek az elmondására. Nem árt, ha mindenki tisztában van azzal, hogy önöket most nem fogja megmenteni senki. Most önöknek saját magukat kell megmenteniük. Most mindenki a saját magáért felelős. Mindenkinek meg kell találnia a saját maga környezetében azokat az embereket, azokat a közösségeket, azt a részt, ami számára megfelelő. Itt vagyok. Ott kell megbeszélni és kitalálni mindenkinek a saját maga stratégiáját. Szervezzék úgy az életüket, hogy akkor is tudjanak egymásról, akkor is megtalálják egymást, ha nincs internet és telefon. Folyamatosan beszélnünk kell egymással, meg kell találnunk a hangot azokkal, akik oltással érzik magukat biztonságban, és rá kell irányítani a figyelmet arra, hogy az oltás mögött milyen terveket készítenek elő. Minek folyik az előkészülete? Még a legkeményebb diktatúrában sem erőltettek rá mindenkire mindent. Amit most előkészítenek, az az emberi történelem legsötétebb diktatúrája, ami mint általában a diktatúrák mindenkire csapást fognak mérni. Hölgyeim és uraim, keressék a hiteles embereket és kerüljék a hazug médiát. És ne felejtsék, ennek a rendszernek van egy gyenge pontja, ezek mi vagyunk. Ébresztő Magyarország, ébresztő Magyarország!